Esteri Junior Kreatív Alkotói Verseny. Amint azt közületek vagy önök közül sokan tudják, idén először írta ki az Eszterházi Magánalapítvány az Esteri Junior Kreatív Alkotói Versenyt 8 és 15 éves kor közötti diákok számára. A kisebbek megadott anekdoták alapján rajzokat készítettek, a nagyobbak pedig választhattak, hogy szintén egy megadott vicces történet alapján képregényt készítenek, vagy pedig makettet építenek egy az Eszterházi családhoz köthető történelmi épületről. Kérem szépen, a januárban kiírt pályázatra több mint 600 diák jelentkezett, és körülbelül 500 alkotás érkezett Berettyóújfalútól Szombathelyig és Komlótól a felvidéki Szencig. Kisdiákok százai olvasták el a megadott történelmi témájú anekdotákat, és készítettek illusztrációt, vagy szántak sok-sok munkaórát egy-egy Eszterházi kastély vár makettjének elkészítésére. Azt mondanom sem kell, hogy prominens zsűri értékelte az alkotásokat, én pedig az Eszterházi Magánalapítvány köszönetét tolmácsolom a zsűri tagok felé, akiknek nem volt egyszerű döntést hozni, ugye általában ez a zsűrinek az epiteton ornánsza, hogy nehéz a dolga. A zsűri tagjai között szerepel Szalma Edit, grafikus, illusztrátor és tipográfus. Dr. Géci Laskai Judit, az ELTE vizuális tanszékének adjunktusa. Erdeiné Krobák Edit, állandó esteris munkatársunk, a Kőbányai Szent László Általános Iskola rajz és vizuális kultúra tanára. És Eszterházi Marcell, vizuális művész, akit most ide kérek, hogy... Az alsós kategória első díjának átadásához felkérem Liza Wagner Körmendit, a Family Park marketing vezetőjét, hogy legyen kedves idejönni a színpadra. Ebben a kategóriában az első helyezett doppergés a Bonyhádi Általános Iskola és Gimnázium képviseletében Kis Molnár Zorka. Következő külön díj a makett kategóriában egy családi belépő a Kismartoni Eszterházi kastélyba ajándékutalvánnyal. A nyertes a Bonyhádi Általános Iskola gimnázium képviseletében Gáspár Andrea. Thank you.